szeretetek, köszöntök akkor mindenkit ezen a mai rendezvényen. Ez egy rövid előadás lesz arról, hogy mi a csillagászat, mi a különbség az éjszakai csillagászat, amit mindenki ismer, és mi a nappali csillagászat, ami a napnak a fizikája. Erről fogunk egy picit beszélgetni. Utána, hogyha ilyen gyönyörű az idő és a kilátás is nagyon fantasztikus, nem tudom, hogy hányan fognak eljönni, de már látom, hogy körül van itt legalább 30 ember, és még el se kezdtük. Akkor, hogyha besötétedik, akkor pedig csinálunk egy bemutatót, kettő távcsőnk van. Itt van egy ilyen 15 cm-es Newton teleszkóp, és ott pedig van egy ilyen nagyon modern, rég legmodernebb naptávcső, amit át lehet alakítani éjszakai távcsővé. Az a különbség a nappali távcső és az éjszakai távcső között, hogy nem szabad a napban nézni. Borzasztóan erős a napnak a fénye, és ezért bele kell tenni speciális szűrőket. Na most ezeket a szűrőket estére ki lehet venni, egy picit, ha az ember át alakítja a távcsövet, akkor meg lehet csinálni úgy, hogy éjszaka is lehet ezekkel a távcsövekkel figyelni. Akkor megpróbáljuk megnézni a bolygókat, szerintem ma lehet látni Jupitert, Marsot, azt hiszem még a Szaturnuszt is lehet látni, ha jól tudom, és ott természetesen a Holdat is. Ugyan ma közel leszünk már a Teli Holdhoz, de én azt gondolom, hogy ez nem fog annyira bezavarni remélhetőleg, legalábbis az elején egy picit bezavar, de utána már nem fog bezavarni, és akkor meg tudjuk nézni a bolygókat. Esetleg láthatunk egy-két galaxis, Andromeda ködöt, Magellán felhőt, ezeket megpróbáljuk megnézni. A Holdon, mivel fogjuk látni a holdfelkeltét szerintem nem sokára, a krátereket nagyon szépen fogjuk látni, hegyeket fogunk látni, és hát az lenne még jó, hogyha olyan szerencsénk lenne, hogy elkapunk például egy műholdat. Ugye most itt vannak ezek a kommunikációs műholdak, és hogyha pont egy ilyen átmenő a távcső, azt nagyon szépen lehet látni, hogy a műhold megcsillan, vagy áthalad a távcsőnek a mezébe. Lehet látni hátul a fizikai alapítványt, ott van a tornyunk, akire szeretném, hogy rá tudna villantani egy picit, ez egy Gyulán épül, össze szeretnék átadni, és ez egy nemzetközi hálózatnak lesz a központja, tehát már egy nemzetközi nap megfigyelő hálózatnak a központja.